Kántor Jánosi az északkeleti nyírségben található. A település neve már 1272-ben kelt iratokon fellelhető. Első lakói a nyírség keleti peremén húzódó gyepű vonal őrei lehettek. A csalhatatlan nyírségi tájon elhelyezkedő falu a 14. században még egy utcás, két házsoros volt, ám a ma már önálló Kántor Jánosi település szerkezete napjainkra megváltozott. 2193 jelenleg a Kántor Jánosi lakosok száma, nem egy nagy település, de nem is a kicsik közé sorolható. Korosszetételben mondhatni, hogy öregedő település, sajnos ugyanis a munkahely hiánya miatt a munkakorúak nagy része elköltözik a településről. Lakosság összetétele olyan 40% roma lakosság, 60% a magyarok, ez iskolai sorában azért kicsit másképp csapódik már le, ott sokkal több a roma származású fiatal, mint a magyar, de ez mondhatni minden ilyen szomszéd településen így működik. Van az iskolánk, illetve az óvodánk a településnek, az óvodában 110 pár gyerek jár jelenleg, iskolában 237-en, úgyhogy van fiatalság, de az öregedő faluk közé tartozunk sajnos pont emiatt, amit elsoroltunk. 3 egyház képviselteti magát a településen, a református egyház, a görögkatolikus és a római katolikus, valamint a görögkatolikus egyháznak van egy ilyen mondhatni leány ágazata, hídgyülekezet, ami igazából hozzájuk tartozik, de két külön templommal vannak jelen a faluban. Amivel tudunk mi Jánosiban foglalkozni, igazából nagyon sokan közmunkaprogramban dolgoznak, 327-en jelenleg. Igazából itt, ami a kézi munka egyedül, amit meg tudunk velük csináltatni, és ezzel tudunk valamilyen jövedelemhez jutni az önkormányzat, ez az idén olyan 7 millió forintot terveztük, közel járunk már hozzá, tehát 6 millió forintot átléptük, uborka, illetve paprika termesztéssel. Van 2 hektár paprikánk, 6000 méter uborkánk, másfél hektár paradicsomunk, több mint 4 hektár burgonyánk, nagy részét a burgonyának helyben értékesítjük, tehát nagyon kevés, amit nem a falun belül lakosság vásárol meg. Az uborkát viszont az felvásároltnak a falu részére, pedig savanyúságot, van egy kis savanyító üzemünk, tavaly indítottuk el, vegyes vágottat, illetve a mapaprikát szoktunk eltárolni, ami nagyon jól sikerült tavaly is, hál' Istennek, és elég jó bevétel származott belőle. Emellett van még ugye belvíz programunk, ahol csatornákat tisztítunk, illetve mederlappal látjuk el a csatornákat, illetve a szikkasztóárkokat. Van még mezőgazdasági programban útőr programunk, ahol a külterületi földutaknak a karbantartását végezzük. Igazából ezzel foglalkozik az önkormányzatnál lévő 324 ember, valamint van 16 ember, aki a parkokat tartja tisztán. Ugye mióta bekerültem ide a polgármesternek, virágokkal ültettük tele a közparkokat, villanyoszlopokat. Nagyon szeretem a virágokat, és sokkal szebb, ha az ember kinézés nem egy puszta nyírt füvet lát, hanem tényleg egy virágos parkot, vagy más az embernek a kedve is. A település címere is az itt élő emberekre utal. Kántor Jánosi címere egy állócsücskű talpú pajzs, melynek közepén egy arany kétszer hatágú fa látható. A jobb oldalon egy búzakéve található, ami a településnek a gazdasági jellegére próbál utalni. Bal oldalán pedig egy ezüst kard, ami a nemesi közösségeknek a jelképét tükrözi, illetve a címernek az alján, tehát a talpán, a talprészén, ott pedig 3 darab, 2 levelű ilyen iker megy található, mert a címer tulajdonképpen azt próbálta véleményem szerint, bár ugye én nem vagyok Kántor Jánosi, jelképezni, hogy a Kántor Jánosi megy az nagyon híres, tehát itt a polgárok tulajdonképpen akkor a megyből éltek leginkább. Tavaly nyertünk egy 44 millió forintos konszolidációs pályázatban összeget, amit útfelújításra, a falu rendezési tervnek a módosítására szeretnénk szánni, illetve egy részéből már utat építettünk, illetve a ravatalozóban új hűtőt, tetőszerkezet, illetve egy hatalmas nagy fedett részt csináltunk nyílászáró cserékkel. Ugye nagyon rossz télen, ha hó van, fúj a szél kint állni, nyáron a nagy melegben megint csak, úgyhogy szerettük volna, hogyha kicsit már, ha mégis az embernek, ugye már sajnos mindenkinek részesülni kell belőle, ha tetszik, hanem ha legalább úgy tudjuk, hogy
hogy valamelyik kevesebb erőfeszítéssel jobb környezetben tudják az emberek ezt a gyászt véghez vinni. Milyen további fejlesztéseket terveznek a településen? Jelenleg be van adva egy 150 millió forintos energetikai pályázatunk. Szeptember végén lesz az elbírálás ennek a pályázatnak. Ez egy 3-4 épületet érintő szigetelés, fűtésrendszer korszerűsítés, illetve napenergiának a hasznosításával szeretnénk valamelyes spóron az önkormányzatnak a kasszáján, ugyanis egyre kevesebb pénzt kap az önkormányzat, mint mindenki. Kevesebb pénzből élünk, és szeretnénk ezt a keveset úgy elfordítani a működtetésünkre, hogy keveset kelljen beletenni pluszba az önkormányzatnak a kapott összeghez. Kántor Jánosiban számos egyedi kezdeményezést valósítanak meg. Egy helyi lakos által felajánlott ingatlanon ideiglenesen menhelyet alakítottak ki a kóborkutyáknak. Emellett az önhibájukon kívül bajba került embereknek is segítenek. A településen nagyon sok olyan lakos él, sajnos, aki önhibáján kívül nem tudja fizetni a közüzemi tartozásait, és a települési támogatás egyik formája lett nálunk az, hogy akinek az adósága az 50 000 forintot meghaladja, illetve a 200 000 forintot még nem éri el, és ez a tartozás már 6 hónapon túli, akkor 20 000 forint támogatást tudunk számukra biztosítani. A civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek köszönhetően a kulturális és közösségi élet is fellendülőben van. A hölgyek táskát szőnek és nyújtófa tartót, mert szeptemberben fog lenni egy multidéző klub című foglalkozása a helyi Ne felejts hagyományőrző klubnak. Ők kis idősek, és 11-en vannak, és meg szeretnénk hívni őket ide egy foglalkozás keretében a múltról beszélni, és a végén meg akarjuk őket ajándékozni. Nagyon csendesen készülnek itt ezek a kis termékek. Mivel foglalkozik egyébként az egyesület, hogyha már ilyesmi is belefér a munkáiba? Elég széles spektruma van az egyesületnek. Például a roma tradícióknak, hagyományoknak a felelevenítésére, a cigány nyelvnek a népszerűsítésére, mert úgy gondoljuk, hogy az országban itt tavaly voltunk egy kutatáson Szegeden, és ott az egyik kutató azt mondta, hogy ha körülbelül három generáció, és hogyha nem elevenítsük fel Magyarországon a nyelvet, azok el fognak halni sajnos, és mi ezért vagyunk, hogy ezt, mivel ez kincs, mert szokták azt mondani, hogy minél több nyelven tud az ember, annál jobban tud érvényesülni, tehát hogyha három nyelven tud, az ember akkor háromszor tud érvényesülni. Egyébként kirívó az, hogy itt a településen sokkal inkább erősebben tartják ezeket a roma hagyományokat, mint máshol. Melyek azok, amiket ki lehetne emelni? Én nem nagyon ismerem, szerintem a nézők többsége sem. Mondjuk el, hogy mik azok, amiket úgy igazán tartanak itt Kántor Jánosiban. A gasztronómia, tehát az étel, azok úgy még megmaradnak, például a cigány bokai, roma bokainak a készítése, a töltött káposzta, és tehát vannak még a ruha, a hölgyeknél nagyon jellemző a rózsás ruha, a kötény, a fejkendő, tehát azok még azért az öregek még a mai napig napi szinten hordják. Tehát ez nagyon jellemző a ruha. A településen az elmúlt években arra is nagy hangsúlyt fektettek, hogy igazi közösséget kovácsoljanak. Ennek ékes bizonyítéka a második Kántori Jánoskodás, a ma már hagyományteremtő fesztivál. Kántor János ugye egy régi település, a tatárjárás idejéből már vannak írásos emlékek, és gondolkoztunk rá, hogy mi legyen ennek a fesztiválnak a neve, hogy ne legyen azt, hogy falunapot tartunk, mert mindenhol falunap van, van a Luborka fesztivál, megy fesztivál, hát akkor legyen egy János, mi a Kántor Jánoskodásnak néven. Gyakorlatilag egy tavaly megkerestük a falu legidősebb Jánosát, aki 87 éves volt. Őt köszöntöttük fel, és eladottuk Iluskát, ez egy szalmából készült bábul az egyik fár, és az volt a nyeremény, aki megtalálja, egy nagyon jó minőségű üvegbort kapott, és ugye kiírtuk, hogy keressük az Iluskát. Na de hát milyen Iluskát keresünk, és mondjuk, hogy mi eladottuk, aki megtalálja valahol, az jelentkezzen, és aki kislányt találta meg az egyik fán, és ő hozta oda hozzánk. Ne félek is, attól, hogy nem hallod ez mindig én, de ő az ellenkezőjét mondja, s közben sír. Mert hogyha rám néz, megáll az idő, az eszem, nem, ha megcsókol.
Zenészek, táncosok, hagyományőrző helyi csoportok, színes programok várták a jánoskodókat. 15 évvel ezelőtt, hiszen 15 éve alakult a csoportunk, a Kántor Jánosi Nefer egy hagyományőrző csoport. Mivel foglalkoznak? Hallottuk itt most éppen egy ilyen kis dalos csokorral készültek. Igen, mi most közösen a Vajai Város önkormányzatának egy nyugdíjas csoportjával a két település közötti acsarkodás jelenetet, ami énekszóra, énekszóval válaszoltunk. Anyám, anyám, édes, édes anyám, de szomorú vasárnap délután, házunk előtt szépen muzsikálnak, engemet pedig visznek katonák. Régi dolgokat elevenítünk fel, színdarabokat, szájra terjedő hagyományok alapján dolgokat, ezeket mi felelevenítjük. Tehát van kis színjátszókör, ebből a csoportból 12 fővel működünk, ez egy kis mag, amivel megalakultunk, aztán mindig jönnek hozzánk. Tehát énekkar, minden, jól érezzük magunkat a csoportban, tehát vannak fiatalabbak, de zömmel nyugdíjasok. A résztvevők megkóstolhatták a 6000 darab töltött káposztát, de a gyerekek legnagyobb örömére a vidám parki szórakozás sem hiányozhatott. Máté Szalkáról érkeztem, és nagyon jónak tartom a rendezvényt. Remélem, hogy nem ér véget a második kántori jánoskodással a kántori jánoskodás, hanem hagyományteremtő rendezvény lesz, és lesz még 12., 22., 32. Láttuk, hogy sikerült megkóstolni a töltött káposztát, ez hogy ízlett? Nagyon kellemes íze volt, picit pikánsan csípős, megmozgatja az ember ízlelő bimbóit, nagyon finom volt, meg is köszöntem a készítőknek. Szerintem minden településen fontos lenne, hogy a település hagyományait, a településen működő amatőr csoportoknak fellépési, közreműködési lehetőséget biztosítson a település, ha van rá módja.